Sziasztok, Lázár Csaba, Mike, márkaépítés és értékesítési specialista vagyok, és egy picit szeretnék még beszélni nektek az FBTM-ről, ami 2017. június 15-én lesz. Ugye 10-ig jutottunk el a pontokba, mondom 65 pontot fogunk venni, 65 márkaépítési pontot, ami marketing, PR és értékesítési eszközökből fognak állni. Nézzük a listát, a 11. Milyen szintű irányításra van szükségük az embereknek? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, mert szokták feltenni bizonyos helyeken az értékesítők, hogy miben segíthetek ugye a vevőknek. Van egy ilyen általános dolog, hogy ne kérdezzük meg az embereket ugye, hogy miben segíthetek, mert ez egy hülyeség. Tehát ha tudnák, akkor keresnének bennünket, mint eladókat. De mégis milyen irányításra van szükségük az embereknek, ami nem túl, nem kevés, erre választ fogsz kapni. A 12. Hányszor kell megismételned a gondolataidat egy embernek? Ez egy különösen fontos kérdés. Tényleg, hányszor kell megismételni valamit egy embernek, hogy azt megértse? 13. Mennyire bízhatsz meg a munkatársaidnak a döntésében? Újabb fontos kérdés. Hallgassunk a munkatársainkra. Ne hallgassunk a munkatársainkra. Tényleg nagyon nagy kérdés. 14. Mit tegyél, hogy az ügyfeledet soha ne érje meglepetés? Hát ugye ki az, aki szereti a meglepetéseket, mint vásárló, vagy egy étteremben, hogyha vendég vagyok? Senki. De mégis azt mondja, hogy mit kell tenni, hogy ez ne forduljon elő. 15. Hogyan csinálja a munkatársaidból igazi PR-ost? Ez egy 1 millió forintos, vagy nem is tudom hány millió forintos kérdés. Az nem kérdés, hogy PR-osnak kell lenni a munkatársainak, de hogyan csinálj belőlük PR-ost? Ezt is meg fogod tudni 15-én. 16. Mi köze van a világ legdrágább butikjának az autókhoz és a parkolókhoz? És aztán mivel fémjelezd magad? Tehát mi az, amiről te ismert legyél? És menjünk tovább. Mennyivel előre kell a munkatársakat képezni, hogy ne legyenek stresszesek? Tehát ezt észre lehet venni, hogy néha vannak munkahelyek, nyilván nem nálad, máshol, ahol a munkatársak idegesek, feszültek. Ez sokszor abból fakad, hogy egyszerűen nem képzettek. Tehát a kérdés az, mennyivel előtte kell őket képezni, na és hogyan? 19. A szimbólumot használsz, minek kell folyton ott lennie vele együtt? Tehát használsz valamiféle jelet, valamilyen emblémát, vagy valami, mi az, ami mellette kell, hogy legyen? És aztán jön a 20-as, hogyan nevezzel profi módon egy vállalkozást, egy terméket, vagy egy szolgáltatást? Tehát hogyan kell ezt csinálni? És ezt Hollywood Boulevard, Santa Monica Beach és Beverly Hills. Tehát ezekről a területekről fogjuk összeszedni az ötleteket filmvetítéssel, konkrét példákkal június 15-én. Vedd meg a jegyed most itt!